Fejlesztések az egyetemen megújult a várkapu és a vársétány. Mikrocsipes állatazonosítás nehezíti az elveszett négylábúak beazonosítását a mikrocsip hiánya. Farsangi növendékhangverseny jelmezbe bújtak a Mosonyi Mihály Zeneiskola tehetségei. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvár TV híradóját látják. A Moson-Magyaróvári vár teljes rekonstrukcióját követően megújult a várkapu és a vársétány is. A sétányon pihenőhelyeket alakítottak ki, és piacok, kézműves vásárok megtartására alkalmas standokat is elhelyeztek, amelyeken egy-egy tabló is található egykori híres moson-magyaróvári hallgatókról. Pótolták a hiányzó téglákat, és szint is kapott a várkapu, így megtartva a történelmi jegyeket, mégis megújulva várja a turistákat. A várkapu rehabilitációját tavaly kezdték el. Akkor még ez a látvány fogadta a turistákat és az arra sétálókat. A rossz állapotban lévő épületen sok munkát végeztek. Kiküszöbölték a beázásokat, megjavították a repedéseket, valamint megoldották a vízszigetelést és a vízelvezetést is. Majdnem teljesen megújultunk, nem fejeződött be a megújulás. Természetesen az, hogy a vár átadása után a várkapu és a vársétány is elkészült, ez jelentős a turisztikai szempontból, illetve én úgy gondolom, hogy nem csak az egyetemi polgárok, hanem az itt lakó városi emberek számára is jelentős. A várkapu mellett nagy hangsúlyt fektettek a vársétány kialakítására is. A kavicsos út helyett már térköveken sétálhatnak az ide látogatók, pihenőtereket alakítottak ki padokkal és pavilonokat helyeztek el, amik egyben egy szabadtéri kiállítás elemei is, hiszen ismeretterjesztő tablókat szereltek fel rájuk. Arra jutottunk, hogy talán az lenne a legjobb, hogyha bemutatnánk azt, hogy milyen kiemelkedő eredményeket elért egykori hallgatók sétáltak ugyanezen a sétányon, és emiatt választottuk ezt a témát, hogy igazából kicsit megmutassuk a moson-magyaróváriaknak azt, hogy milyen eredmények születtek meg itt Moson-Magyaróvárnak az 1818 óta tulajdonképpen fennálló gazdászképzés alatt. Tavasszal és nyáron tervezik azt is, hogy a pavilonoknál ökopiacot és kézműves vásárt tartanak majd. A várat és környékét érintő fejlesztések ezekkel azonban korán sem értek véget. A városlakók úgy ismerik, hogy kertészeti tanszék, ez a vártó túlsó partján lévő épület, ami az egyetem tankonyhája, ez is megújul, illetve a Lucsony utcában található élelmiszertudományi tanszékünk épülete, az úgynevezett C-épület is még megújul. Ezek mellett korszerűsítik a várkapu melletti úgynevezett várkapitány épületet is, egy környezeti és energiahatékonysági projekt keretein belül, de a tervek között szerepel egy Lajtán átívelő gyalogos kerékpáros híd megépítése is, ami közvetlen kapcsolatot teremtene a vár és a Wittmann-Antal park között. Közel 10 éve kötelező a kutyák mikrocsippel való ellátása, azonban még mindig akadnak csip nélküli állatok. Az elveszett négylábúak hazajutási esélyeit a mikrocsip és annak megfelelő regisztrálása együttesen növeli. Még mindig gyakori probléma a mikrocsippek, valamint azok regisztrálásának hiánya. Ez jelentősen rontja az elveszett állatok hazajutásának esélyeit, sőt, aki elmulasztja a mikrocsippezést, pénzbírságrész számíthat, aminek alapösszege 15 000 forint. Azok a kutyák, amelyek nem rendelkeznek mikrocsippel, a kötelező veszettség elleni oltásukat sem kaphatják meg. A 4 hónaposnál idősebb négylábúakat 2013 óta kötelező mikrocsippel ellátni, de a csippes megjelölés a kutya mellett más állatra is vonatkozhat. A köznapi életben a kutyákra vonatkozik. Abban az esetben, hogyha elhagyják Magyarország területét, akkor az összes húsevőre, tehát így a macskára és a vadászgörényre is kötelező jelleggel vonatkozik ez a mikrocsip behelyezési kötelezettség, illetve a CITES listás állatokat kell jelölni mikrocsippel, például arapapagáj, ami úgy előfordul több helyen, vagy mórteknős, görögteknős, azokat csippel kell jelölni. Ennek az eszköznek a segítségével ültetik be a rizsszemméretű készülő. Leolvasás esetén a csippet az állat bal oldalán, a nyaknál kell keresni. Ha az állatban van mikrocsip, egy ilyen 15 számjegyű számsor jelenik meg. A mikrocsip megléte azonban önmagában nem elegendő. Fontos, hogy regisztrálják a megfelelő adatokkal. Ennek meglétét az állatorvos mellett akár mi is ellenőrizhetjük.
Magyarországon a petvetdata.hu honlap címet kell megjegyezni, és ott lehet leellenőrizni a 15 jegyű mikrochip számot, ami az oltási könyvbe be van ragasztva egy vonalkód. Ezt a 15 jegyű számot be kell gépelni, és akkor kiadja ez az oldal, hogy regisztrált vagy nem regisztrált. Ezt javaslom mindenkinek, hogy ellenőrizze le a kutyája esetében. A menedékállatvédő alapítványnak szilveszterkor is akad dolga bőven. Ugyan a közösségi oldalaknak köszönhetően ma már nagyobb az esélye annak, hogy megtalálják az elbitangolt kedvenceket, de még mindig sokszor ütköznek problémákba az önkéntesek. Olyan problémába szoktunk itt ütközni, ami szilveszterkor is kiderült, hogy mondjuk hiányosan vannak kitöltve az adatok. Szóval a gazdák nem figyelnek arra például, hogy a telefonszámokat adják meg, mert egy elveszett kutyánál, ugye, hogyha megtaláljuk, ki is tudjuk olvasni ugye a számot, majd az állatorvosnál ugye az adatokat le tudjuk kérni, de viszont ha nincs meg a telefonszám, akkor csak úgy lehet, hogy mondjuk még egy plusz ember oda megy, még egy önkéntes is, és próbál kommunikálni gazdával. Ez ugye elkerülhető, hogyha a telefonszámok meg vannak adva, vagy hogyha a telefonszám módosult, akkor azt is mindenképpen módosítsák. Az alapítvány önkéntese hozzátette, tévhit, hogy a beültetett mikrochippek mutatják a kutya földrajzi helyzetét, ezért is fontos, hogy az elérhetőségeket megfelelően regisztrálják. Ha változik a telefonszám, ha új tulajdonoshoz kerül a kutya, vagy ha nincs regisztrálva a mikrochip, akkor az adatokat kizárólag az állatorvos módosíthatja. Szavazatszámlálók jelentkezését várja Moson-Magyaróvárváros helyi választási irodája. Moson-Magyaróvári lakóhelyű választópolgárok jelentkezhetnek választottakként a város területén működő szavazatszámláló bizottságokba. Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag a jelentkezési lap pontos kitöltésével lehet, ami beszerezhető a Moson-Magyaróvári polgármesteri hivatal portaszolgálatánál, vagy letölthető a mosonmagyaróvár.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. január 31-éig kell eljuttatni levélben, személyesen vagy elektronikusan a képernyő alján látható elérhetőségekre. Jelmezbe bújtak a Mosonyi Mihály Zeneiskola tehetségei. A Farsang jegyében tartották meg a hagyományos növendékhangversenyt, aminek ezúttal a Fehérló Közösségi Ház adott otthont. Volt, aki gésának, más a kishablánynak, vagy épp űrdongónak öltözött. A Mosonyi Mihály Zeneiskola a Farsang jegyében tartotta meg hagyományos növendékhangversenyét a Fehérló Közösségi Házban. A járványhelyzet miatt családiasabb hangulatban mutatták be produkciójukat a tehetségek. A zeneiskola életében számos olyan program van, amit a gyerekek nagyon várnak, de azt hiszem, hogy a farsangi hangverseny az, amit a leginkább, hiszen ilyenkor jelmezben adhatják elő az általuk megtanult darabokat. Úgyhogy a mai este egy ilyen vidám koncertet fognak látni a nézők. Zongora, gitár, fuvola, valamint hegedű is felcsendült az este. Andrássy Anna gésának öltözve mutatott be egy számára különleges darabot. Én Győrbe fogok felvételizni február végén, és ez egyik darabom oda, úgyhogy ez már egy szeptember óta erre ezt gyakorolom. Nagy Nóra egy Disney hercegnőnek, a kishablánynak öltözött. Azt is elárulta, miért esett a választása éppen erre a karakterre. Karácsonyra kaptam egy ilyen kottát, amiben mindenféle ilyen zenék vannak benne, ilyen Disney-sek, és ezt tetszett meg, és ezt ebbe öltöztem be. Egyesek gitárjátékkal készültek, mások hegedűn mutatták be tudásukat. De nem csak a zeneiskola növendékei, hanem tanítványaikkal közösen néhány tanár is jelmezbe bújt. A kreatív jelmezeket és a tehetségek produkcióit vastapssal jutalmazta a közönség. Elmarad a hétvégére tervezett EHF Liga mérkőzése a Madarszon Moson-Magyaróvárnak. Az MKC a norvég Sola HK ellen játszott volna a győri Audi arénában. A klubtól kapott információk szerint a magyar csapat kérte a halasztást koronavírusos megbetegedések miatt, amelyet az Európai Kézilabda Szövetség is elfogadott. A mérkőzés pótlásáról később tájékoztatnak a szervezők. A Madarszon az eddig lejátszott mindkét meccsét megnyerte, így vezetik a csoportjukat.
Néhány mondatban a csütörtöki időjárásról. Északnyugat felől egy erős hideg front érkezik, ami a reggeli órákban esőt hoz magával, délután pedig akár hózápor is előfordulhat. Mosonmagyaróváron és a térségben 6 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Novics Bernadett, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Székely Konyha és Kert című magazin műsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon és közösségi oldalainkon. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!